Reggeli füstjelek. Sziasztok, szép reggelt mindenkinek! A mai reggel az Ékiel könyvét olvastam, és felfigyeltem egy apróságra, amit szeretnék most veletek megosztani. De előtte még annyit mondanék nektek, hogy korábban nekem ellenérzéseim voltak a népirtásokkal kapcsolatban, amik a Bibliában fel vannak jegyezve. Valószínűleg tartom, hogy nem csak bennem okoztak ezek megütközést, hanem még elég sok emberben. Tulajdonképpen hát ami megütközést okozott számomra, az az, hogy lehet, hogy egész népeket írtottak ki, és nem volt ott egy igaz lélek sem. Tehát tényleg az egész nép velejéig romlott volt, és nem lehetett volna valahogy megmenteni azokat az embereket, akik nem azok. És vannak feljegyezve olyan történések a Bibliában, ahol Isten megmentett egy-egy embert, hogyha az egész nép, vagy egy egész város, vagy egy egész országban volt legalább egy igaz ember is, akkor azt Isten megmentette. És igazából lényegében nekem ez volt az, ami feloldotta ezt a problémát, hogy le tudjam ezt tenni Isten kezébe, és ne kérjem ezt rajta számon, hiszen hogyha lett volna azoknál a népeknél, ahol egy egész népet írtottak ki, akkor megmentette volna Isten, ugyanúgy, ahogy a többi népnél azt az egy-két embert megmentette, akik ott voltak. Eszünkbe juthat akár Noé esete, ahol szintén csak egy ember volt, vagy például Lót, ahol szintén csak ő menekült meg. Vagy nekem még egy nagyon kedves történet Ráháb esete is. És erre majd még egy kicsit vissza is fogok térni. De most talán megosztanám akkor veletek azt a részt Ezékiel könyvéből, amire gondoltam. És ha volna ez a három férfi benne, Noé, Dániel és Jób, akkor ők az ő igazságukkal a maguk lelkét megszabadítanák, azt mondja az Úristen. Itt azt olvashatjuk, hogy tényleg, hogyha csak ez a három ember lenne igaz, akkor is önmagukat megszabadítanák. Ezt úgy érthetjük, hogy nyilván nem magukat szabadítják ki ebből a helyzetből, ami éppen kialakult, hanem az ő hitük segítségével Isten megmenti őket. De itt azt olvassuk, hogy igazából csak önmagukat tudják megmenteni, mert hogyha olvassuk továbbiakban, azt írja, hogy ha vannak gyermekeik, vagy szomszédaik, vagy bárki, igazából más már nem tudnak megmenteni a saját hitükkel. Tehát mindenki a saját hitével csak önmagát tudja megmenteni. Itt talán még annyit megjegyeznék, hogy itt Jeruzsálemről van szó, és nem csak a pogány népeknél voltak ilyen tragédiák, hanem az izraeliták történelme során is voltak különböző nehézségek, mint például a babiloni fogság, vagy Jeruzsálem pusztulása, de ezen kívül is még kisebb háborúk, csaták, fogságok, amik a bűneiknek a következményei volt. De hogy mégis, hogyha voltak igaz emberek, azokat Isten megmentette. És ahogyan említettem, hogy Ráhábra még egy kicsit visszatérnék, most ennek a kapcsán, ahogy ezt olvastam, el is olvastam Ráhábnak is a történetét, mert számomra az volt egy olyan, ami tényleg azt mutatta számomra, hogy tényleg, hogyha ott van egy ember is, akkor tényleg őt is megmenti Isten. És hogy fellapoztam, észrevettem azt, hogy nem csak Ráhábot mentette meg Isten abban a helyzetben, hanem az egész családját is. Itt ugye azt olvassuk, hogy ezek az emberek csak a saját hitükkel, csak önmagukat tudják megmenteni. Viszont Ráhábnál, ugye Ráháb hitét láttuk, és mégis az egész családja megmenekült. Viszont ott van az a rész is benne, hogy az ő családjából is csak azokat az embereket mentik meg, és hagyják életben, akik belül vannak a házon belül, Ráháb házán belül. És ez tulajdonképpen egy olyan mozzanat, ami rávilágít arra, hogy aki viszont nem hitt ebben az ígéretben, hogy a kémek megígérték Ráhábnak, hogy életben hagyják őket, ha a házon belül maradnak, aki nem hitt ennek az ígéretnek, hanem kívül ment, az viszont ugyanúgy elpusztult, mint a többi ember, akik ott voltak. Tehát ugyanúgy ezeknél az embereknél is, Ráháb családjánál is fontos volt az, hogy bízzanak Istenben. És hogyha bíztak, és ott maradtak a házon belül, akkor megmenekültek. Szóval itt is láthatjuk, és nincs ellentmondás a két történet között, hogy tényleg a saját hitük volt az, ami megmentette őket a pusztulástól. És azért gondoltam megosztani veletek ezt a történetet most így reggel, hogy a Bibliából tudhatjuk, hogy még milyen események vannak előttünk, hiszen rengeteg proféciával és jövendőléssel találkozhatunk, olyanokkal, amik még eddig nem teljesedtek be.
És hogyha a nehézségekre gondolunk, amik előttünk állnak, ott is nagyon fontos az, hogy nekünk milyen kapcsolatunk Istennel. Mert ahogyan olvashatjuk a Bibliában, csak a rendíthetetlen dolgok maradnak meg. És az a lényeg, és az a fontos, hogy a mi kapcsolatunk Istennel meglegyen. És hogy arra törekedjünk, hogy a bizalmat képítsük Isten felé. Hiszen akkor tud minket is megmenteni és megtartani abban az időben, ami előttünk áll. További szép napot nektek! Sziasztok!